A székesfehérvári balettszínház a Hattyúk tavából táncol egy részletet a Gárdonyi Pisztrán kempingben. Szombaton délelőtt itt a Velencei tó partján avatták fel a Vízkapuja című alkotást. A több mint 3 méter magas kapun keresztül lehet mostantól megközelíteni a tópartján található Pisztrán kempinget. A kapu a Pázmendi Varga Norbert alkotása, aki több mint fél éven keresztül láncfűrésszel egy hatalmas tölgyfából varagta ki az alkotást, melynek jobb oldalát az egykori Kárpát-medence területén található Pannon-tenger, míg bal oldalát a Velencei tó élővilága inspirálta. Mivel innen a kapuról rálátunk közvetlenül a tóra, ezért a vizet választottam mint tematikának, illetve ugye ezen a területen foglalt helyet a Pannon-tenger, és a kettőnek az egyvelegéből gyúrtam úgymond össze, hogy jelenjen meg a ma ismert élővilág, illetve egy kicsit elvittem az oszlop másik oldalát, úgymond fantázia, illetve a tenger megjelenítésébe, mivel hogy ezen a területen valamikor, ahol most is állunk, a Pannon-tenger volt található. Az avató ünnepségen el Simon László a szobrász mellett a kempinget üzemeltető, kaput megrendelő Simon László érdemeit is mértatta. Mint fogalmazott, sok hozzá hasonló emberre lenne szükség a tó környezetében, akik tesznek a közösségért és azért, hogy ismét fellendítsék a turizmust a Velencei tó környékén. Szerencsére van egy-két olyan kiváló vállalkozó a Velencei tónál, aki fontos tartja a környezetének a szépítését. Itt az én névrokonom Simon László vásárolta meg a Pisztrán kempinget Gárdonyban, amelyet az elmúlt években csinosított, szebbé tett, komfortosabbá tett, és most eljutott odáig, hogy helyi alkotóknak a bevonásával egy-két érdekes dologgal is tegye vonzóbbá, változatosabbá, izgalmasabbá a helyszínt. Él itt a Velencei tó partján Pázmándon egy Varga Norbert nevű kiváló fafaragó, aki érdekes módon nem vésővel, nem késsel, kalapáccsal és a többivel végzi a munkáját, hanem láncfűrésszel, méghozzá világversenyeken is szerepel. A mögöttem látható kapu egyik érdekessége az, hogy az utolsó motivumig mindent láncfűrésszel faragott ki. A Pisztrán kempingben a kapu felavatása után sem állnak meg a fejlesztések, már tervezik a terület bővítését egy a kempinghez tartozó rendezvénytér formájában.